A szakdolgozói kamara megyei elnöke szerint van olyan az egészségügyi alapellátásban dolgozó kollégája, akinek nem éri el a nettó bére a 100 ezer forintot. Az érdekképviseletek az elmúlt bő egy év alatt több mint 20 tárgyalási fordulóban próbáltak egyeztetni az érdemi fizetés emelésekről a kormányzattal. Az idén januárban már sztrájkot is emlegettek. Ezután jelentette be a kormány a novemberre ígért 8%-os emelés előrehozását. Egyrészt nagyon örülünk neki, hogy ez megtörtént, másodjára csak érdekességképp a szakdolgozóknak kb. 2/3-át érinti, 1/3-nál nem változik a fizetés. Pályakezdők esetén ez bruttó E-kategóriánál kb. 11 000 forintot jelent, aki 22-23 éve van a pályán és diplomával rendelkezik, ott kb. Bruttó 21 000 forint. Mint Irinyi Tamás elmondta, az egészségügyben az átlagos kereset a mostani 8%-os növeléssel is mintegy 100 ezer forinttal alatta van a hazai bérszínvonalnak. A tavalyi és az idei emelések jó részt arra voltak elegendők, hogy a súlyos lemaradást valamelyest csökkentsék, de érdemi változást nem jelentenek. Így az elégedetlenség megmarad. Közben a gazdaság több ágazatában is valóban és érdemben növekednek a bérek, ami továbbra is pálya elhagyásra ösztönzi az egészségügyben dolgozókat. A külföldre vándorlást pedig szintén nem állítja meg ez a 8% sem, hiszen Nyugat-Európában az egészségügyi szakdolgozók bére a hazainál sokkal magasabb, és eléri vagy meg is haladja az ottani átlagos kereseteket.